Nézzünk most egy egyszerű, klasszikus 99-es sudokut. Kezdjük az egyesek kitöltésével. És nézzük ezt a négyzetet itt. Ugyanis látható, hogy nem írhatunk egyest már sem ide, sem ide. Ugye ez miatt, az egyes miatt. De ide sem írhatok egyest, ez miatt, az egyes miatt, hiszen ha ide egyest írnék, akkor ebben az oszlopban már két egyes volna. Ami azt jelenti, hogy ebben a négyzetben egyest már csak ide, és ide írhatok első közelítésben. Most nézzük vízszintesen, esetleg ezek közül kizárhatjuk-e valamelyiket is, azt kell mondjam, hogy igen, ide nem írhatok egyes, mert ebben a sorban már van itt egy egyes. Vagyis ebben a négyzetben az egyest már csak ide írhatom. Most nézzük ezt a négyzetet itt. Nem írhatok egyeseket ez miatt, az egyes miatt ebbe a három mezőbe, ha függőlegesen nézzük most. Nem írhatok egyest ez miatt, az egyes miatt ebbe a két mezőbe itt. Maradt tehát első ránézésre az egyes számára szabadon ebben a négyzetben ez, ez és ez a hely. Ide azonban nem írhatok egyest, most beírt egyes miatt, ide pedig ez miatt az egyes miatt, így aztán ebben a négyzetben már csak egyetlen egy hely maradt az egyes számára, ez itt. További egyeseket azonban sajnos nem tudunk tudni beírni, mert ebből a négyzetből hiányzik még egyes, viszont itt nem írhatok egyest, ugye ide sem, meg ide sem, ez miatt az egyes miatt, ez miatt az egyes miatt pedig ide sem, és ide sem. De még mindig itt maradt az alsó három mező. Ide mondjuk nem írhatok egyest, ez miatt az egyes miatt, de még mindig marad ez a mező és ez a mező, és sajnos ezek közül még nem tudok mindig kizárni. Ebben az alsó négyzetben ugyanaz a helyzet, gyakorlatilag nem írhatok egyest, ez miatt az egyes miatt ide, ez miatt az egyes miatt pedig sem ide, sem ide. Maradtál a felső három mező, ez, ez és ez, ide azonban nem írhatok egyest, ez miatt az egyes miatt. De még mindig megmaradt ez és ez a mező az egyes számára. Itt pedig ugye ez és ez a mező maradt. Hát ezek közül nem igazán tudjuk még eldönteni, hogy vajon hova kell az egyesünket majd beírni. Úgyhogy menjünk akkor a következő számra, a kettesre. És sajnos úgy látszik, hogy ketteseket egyelőre legalábbis egyetlen egyet sem tudunk beírni. Nézzük a hármasokat. Itt még rosszabb a helyzet, mint a ketteseknél, mert sokkal kevesebb, illetve nem sokkal, de hát kevesebb hármas van megadva, mint kettes, összesen két darab hármas van megadva, és ezek még túl kevesen vannak ahhoz, hogy kibírják zárni a lehetséges mezőket a hármasok beírásából. Úgyhogy megyünk a négyesekre. Azt kell mondjam, hogy sajnos négyes sem fogunk tudni kitölteni még egyértelműen. Ötösöket nézzük akkor. És nézzük ezt a négyzetet itt fönt. Nem írhatok ötöst ide, ez miatt, az ötös miatt. Ide pedig két okból sem, van vele egy sorban egy ötös, és van vele egy oszlopban is egy ötös. Így aztán nem írhatok ötös sem ide, vagyis ebben a négyzetben ötösnek már csak egyetlen egy szabad hely maradt, ez itt. További ötösöket sajnos azonban nem bírunk beírni, úgyhogy menjünk a hatosokra. És
egy hatost sem tudunk egyelőre egyértelműen kitölteni. Megyünk a hetesekre. Igen, heteseket sem tudunk úgy látom még kitölteni, nézzük a nyolcasokat. És nyolcasokat sem tudunk kitölteni, nézzük a kilenceseket. Egy 9-es aktiváljuk. És meg kell mondjam, hogy 9-eseket sem tudunk kitölteni. Egyértelműen legalábbis egyelőre. Úgyhogy kezdjük akkor előről. 1-esek. Nem javult a helyzet az előzőhez képest. 2-esek. Itt sem javult a helyzet, nézzük a hármasokat. Nem tudunk hármas kitölteni, nézzük a négyeseket. Ide és ide tudunk négyest írni, ez még mindig két hely ebben a mezőben, innen ugye kizárja ez. Ebben a négyzetben ugye innen, ez a négyes kizárja innen és innen a négyes beírását, ez a négyes pedig ebből a két mezőből zárja ki a négyest. Marad ez a három itt, ebből pedig ez zárja ki a négyest, de még mindig marad ez és ez a mező. Nézzük az ötöseket. Ide nem írhatok ötöst, ez miatt az ötös miatt. Ez miatt az ötös miatt pedig ide nem írhatok ötöst, ami azt jelenti, hogy ebben a négyzetben ötös már csak itt és itt lehet. Nagyon jó, mert erről a helyről ez az ötös kizárja az ötös beírását, vagyis ebben a négyzetben ötöst már csak ide írhatok akkor. Nézzük most ezt a négyzetet itt alul. Nem írhatok ötöst ide sem, meg ide sem. Ez miatt az ötös miatt, ez miatt pedig sem ide marad ez a három lehetséges mező itt az ötösnek. Föntre nem írhatok ötöst, ez miatt az ötös miatt, középre ez miatt az ötös miatt, vagyis ebben a négyzetben az ötöst már csak ide helyezhetem el. További ötösöket sajnos nem fogunk tudni kitölteni, legalábbis egyelőre, mert például ebben a négyzetben ötöst már csak ez miatt és ez miatt az ötös miatt, már csak a felső sorba írhatok, viszont innen csak egy mezőt tudok kizárni, ez miatt az ötös miatt ezt itt. Ugyanez a helyzet itt az alsó sorban, nem igazok ötös sem ide, ez miatt, sem ide, ez miatt, marad az alsó sor, tehát viszont az alsó sorból csak ezt az egy mezőt tudom kizárni az ötös szempontjából, ez miatt az ötös szempontjából. Jó, nézzük a hatosokat újból. De eléggé rossz a helyzet, mert hatosokat még mindig nem tudunk beírni. Nézzük a heteseket. Az viszont jó lesz nekünk, mert ebben a négyzetben nincs még ugye hetes.
Ez a hetes kizárja innen az alsó három mezőből, ez a hetes a középső két mezőből, maradt tehát ez és ez a mező az hetesnek, ide nem írhatok hetest ez miatt, a hetes miatt, vagyis ebben a négyzetben a hetes számára már csak egyetlen egy hely jöhet számításba, az pedig ez itt. Nézzük ezt az alsó négyzetet, nem írhatok hetest ez miatt, a hetes miatt, sem ide, sem ide, az előbb beírt hetes miatt. Sem ide, sem ide, maradták ez és ez a mező első ránézésre. Ide azonban nem írhatok hetest, mert ebben a sorban már van itt egy hetesünk, vagyis ebben a négyzetben hetest már csak ide írhatok akkor. Most nézzük ezt a négyzetet, nem írhatok hetest a felső három mezőbe, ez miatt a hetes miatt. Ez miatt pedig a középső két mezőben nem írhatok hetest, maradt tehát ez és ez a mező a hetesnek, ide azonban nem írhatok hetest, ez miatt a hetes miatt, vagyis a négyzetben, ebben a négyzetben a hetest már csak is egyedül ide írhatom be. Most nézzük ezt a négyzetet, itt nem írhatok hetest, ez miatt a hetes miatt ide, a most beírt hetes miatt ide sem és ide sem, vagyis ebben a négyzetben hetes számára már csak ez és ez a mező jöhet számításba. Ide azonban nem írhatok hetest, ez miatt a hetes miatt, hiszen ebben a sorban már van itt egy hetes. Tehát ebben a négyzetben a hetest már csak ide írhatom. Most nézzük az utolsó négyzetet, amiben még nincs hetes, az pedig ez itt, nem írhatok hetest. Ez miatt tehetes miatt ebbe a két mezőbe, ez miatt tehetes miatt ebbe a három mezőbe, maradt tehát ez és ez a mező a hetesnek, ide nem írhatok hetest azonban, ez miatt tehetes miatt, tehát akkor ebben a négyzetben a hetest már csak ide írhatom. És ezzel az összes hetesünk kitöltésre került, megvan mind a 9 hetes. Mehetünk a 8-asokra. Nyolcasokat sajnos még mindig nem tudunk elhelyezni. Nézzük a 9-eseket. Aktiváljunk egy 9-est, itt van egy. És ez nagyon jó, mert ebben a négyzetben, ebből a két mezőből itt, a 3-as alatt és felett, azonnal kizárólik a 9-esnek a beírása. Ez miatt a 9-es miatt. Vagyis egyetlen egy szabad mező maradt a 9-es számára ebben a négyzetben, ez itt. Most, hogyha megnézzük ezt a négyzetet, akkor ez a 9-es kizárja a 9-es beírását ebből a három mezőből. Ez a 9-es pedig ebből az egy mezőből zárja ki ebben a négyzetben, maradt tehát ez és ez a mező a 9-esnek, ami ugyan még kettő lehetőség, viszont mivel ebben a négyzetben ugyanebben a két sorban lehet csak a 9-es, az azt jelenti, hogy ebben a négyzetben 9-es már csak a felső sorba lehet, hiszen a 9-es az alsó két sorban, tehát ebben a sorban és ebben a sorban csak itt lehet, ebben a négyzetben pedig itt vagy itt lehet, így aztán ebben a négyzetben az alsó két sorban nem lehet már sehol sem 9-es. Tehát ebben a négyzetben 9-es már csak a felső sorban lehet, viszont a felső sorban két szabad mező van, ide azonban ez miatt a 9-es miatt nem írhatok már 9-est. Vagyis ebben a négyzetben a 9-es már csak ide kerülhet. Nézzük most ezt a négyzetet, itt alul. A most beírt 9-es miatt nem írhatok 9-est ebbe a három mezőbe, ez miatt a 9-es miatt ebbe a két mezőbe nem írhatok 9-est, vagyis ebben a négyzetben a 9-est már csak ide írhatom be. Most nézzük ezt a négyzetet. A most beírt 9-es miatt nem írhatok 9-est ide.
ez miatt a 9-es miatt ide, vagyis maradt a négyzetben, ebben a négyzetben a 9-es számára már csak ez az egy szabad helyként. Most nézzük akkor ezt a négyzetet. Az alsó sorban nem írhatok 9-est, ez miatt a 9-es miatt, sem ide, sem ide, sem ide. Ez miatt a 9-es miatt ide, maradtál ez és ez a mező, most nézzünk szint függőlegesen, már is látjuk, hogy ide 9-est nem írhatok, hiszen ebben az oszlopban már van itt egy 9-es, tehát ebben a négyzetben a 9-est már csak ide írhatjuk. Nézzük most ezt a négyzetet, nem írhatok 9-est ide, a most beírt 9-es miatt, maradt tehát a 9-es számára egyetlen egy szabad mező, az pedig ez itt. Most nézzük ezt a négyzetet, és nézzük az oszlopokat mondjuk. Nem írhatok 9-est ez miatt a 9-es miatt ebbe a három mezőbe, nem írhatok 9-est ebbe a mezőbe, maradt tehát a négyzetben ez és ez a hely a 9-esnek, viszont ide föntre, és ebben középre, nem írhatok 9-est, ez miatt a 9-es miatt. Vagyis ebben a négyzetben a 9-es már csak ide írható. És úgy látom, hogy ezzel meg is van az összes 9-esünk. Így van, megvan mind a 9 darab 9-es. És itt van, eljutottunk most mondjuk egy olyan pontra, hogy változtathatunk a gondolatmenetünkön, például úgy, hogy találunk itt egy négyzetet, amelyben már csak egyetlen egy szám hiányzik, és azt, hogyha megnézzük ezt a négyzetet, hogy milyen számok vannak benne eddig, akkor azonnal meg tudjuk mondani, hogy mi lesz az a szám. Na nézzük, így mondjuk. Itt van egy 1-es, itt egy 2-es, úgy látom a 3-as lesz az, mert itt van a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 8-as és a 9-es, tehát valóban ebben a négyzetben már csak a 3-as hiányzik, ennek tehát 3-asnak kell akkor lennie. Ez jó is nekünk ez a 3-as, mert ha most ezt a négyzetet nézzük, akkor ez miatt a 3-as miatt nem írhatok 3-as sem ide, sem ide, sem ide. Maradt tehát ez és ez a mező a 3-asnak, ide azonban nem írhatok 3-ast, ez miatt a most beírt 3-as miatt, vagyis ebben a négyzetben a 3-ast már csak ide írhatom be. És úgy látom, hogy további hármasokat sajnos egyelőre legalábbis. De ezt a négyzetet nézzük itt. Nem tudok hármast írni sem ide, sem ide. Ez miatt a hármas miatt. Mégsem egy, mert marad még ez a mező, és ez a mező, hiszen ez a 3-as csak innen zárja ki a 3-as lehetőségét. Viszont nincs itt semmi viszont, ide és ide írhatok 3-ast ebben a négyzetben. Jó, menjünk a 4-esekre akkor, vagy talán menjünk vissza a 2-esekre, mert az előbb azt kihagytuk, ugye hiszen az 1-esről rögtön a 3-asra ugrottunk. És azt kell mondjam, hogy úgy tűnik, hogy 2-est ezt el fogunk tudni helyezni ebben a négyzetben itt, hiszen ide nem írhatok 2-est ez miatt a 2-es miatt. Ez miatt a 2-es miatt pedig sem ide nem írhatok 2-est. Maradt tehát ez és ez a mező. Ebben a négyzetben viszont ide és ide helyezhetem már csak a 2-est. És akkor azt kell mondjam, hogy mégsem bírunk 2-est elhelyezni. Nézzük akkor. A 3-as néztük az előbb,
Azóta nem írtunk be újabb számot, tehát a 3-ast kihagyhatjuk. Menjünk egyből akkor a 4-esekre innen. És nézzük ezt a négyzetet itt alul. Itt már csak két szabad mező van a 4-es számára, úgyhogy elegendő ezeket nézni. Inde nem írhatunk 4-es két okból sem, mert van már vele egy sorban is egy 4-es, meg van már vele egy oszlopban is egy 4-es, tehát ide valóban nem írhatunk akkor 4-est. Így aztán 4-est már csak ide írhatom. És akkor nézzük ezt a négyzetet, nem írhatok 4-est. Ez miatt a 4-es miatt ebbe a mezőbe, és mivel már csak ez az egy mező van a négyzet, a 4-es számára üresen, az pedig ez itt. Tehát ide 4-est kell írnunk. Nézzük most ezt a négyzetet. Ez a 4-es kizárja innen a 4-es lehetőségét, ez a 4-es pedig ebből a két mezőből zárja ki a 4-es lehetőségét. Vagyis ebben a négyzetben a 4-esnek már csak ez az egy hely maradt szabadon. Most nézzük ezt a négyzetet itt alul. Ez a 4-es kizárja innen és innen a további 4-eseket. Az alsó 4-es pedig innen zárja ki a további 4-eseket. Ebben a négyzetben tehát a 4-est már csak ide és ide írhatjuk első ránézésre. Viszont ide nem írhatunk 4-est, ez miatt a 4-es miatt. Vagyis ebben a négyzetben a 4-es már csak ide írható akkor. És akkor most nézzük ezt a négyzetet itt fönt, a most beírt 4-es miatt sem ide, sem ide, sem ide nem írhatok 4-est, hiszen akkor ebben az oszlopban több mint egy darab 4-es volna. Maradt tehát ez és ez a hely, ide azonban nem írhatok 4-est, ez miatt a 4-es miatt, ami azt jelenti, hogy ebben a négyzetben a 4-est már csak is egyedül ide írhatom. Nézzük most ezt a négyzetet, és nézzük a sorokat. Nem írhatok 4-est ide, ez miatt. Ebbe a két mezőbe pedig ez miatt maradt. Tehát az alsó három mező a négyzetnek, és most nézzük akkor az oszlopokat. Nem írhatok 4-est ide, ez miatt. Ide pedig ez miatt. Vagyis ebben a négyzetben a 4-est már csak is ide írhatom akkor. És akkor ezzel a 4-esek is megvannak mindannyian. Nézzük az 5-ösöket. Na hát abból hiányzik még 2. És nézzük ezt a négyzetet itt. Nem írhatok 4-est ide, ez miatt. Ebbe a két mezőbe, ez miatt. Tehát akkor a 4-est, illetve az 5-öst ebben a négyzetben már csak ide, vagy ide írhatom. Ide azonban nem írhatom, mert már ebben az oszlopban van itt egy 5-ös, tehát akkor ebben a négyzetben az 5-ös már csak ide kerülhet. Most nézzük ezt a négyzetet itt. Ez miatt az 5-ös miatt nem kerülhet 5-ös már ide. Ez miatt ide. Maradt tehát ez és ez a lehetőség az 5-ösnek, és ha most megnézzük a sorokat, akkor láthatjuk, hogy ezt ki kell zárnunk, mert ide 5-öst nem írhatok ez miatt az 5-ös miatt. Tehát ebben a négyzetben az 5-öst már csak ide írhatom. És ezzel meglett az összes 5-ösünk is, menjünk akkor a 6-osokra. Még mindig elég rossz a helyzet, bár ez a 6-os kizárja innen a 6-osoknak a lehetőségét. Egyébként ezzel, hogy most ráterelték a figyelmünket erre a sorra, észrevehetjük, hogy ebből a sorból már csak egy szám hiányzik. Tehát elvileg válthatunk logikát is innen, és azt néznénk meg, hogy ebbe a sorba melyik az egy szám, ami hiányzik, és nyilván ide azt írnánk be. Egyelőre még azonban ne váltsunk logikát, hanem hogy ide nem kerülhet a 6-os, abból következik, hogy ebben a négyzetben a 6-os már csak itt és itt lehet.
Ebből viszont következik, hogy ebben a négyzetben 6-os már itt nem lehet. Mert ha ide 6-ost írnék, akkor az el nem mondana annak, hogy a 6-os ebben a sorban csak vagy itt lehet. Így aztán ebben a négyzetben a 6-ost már csak az alsó sorba, tehát ide és ide tehetjük, ide azonban nem, ez miatt a 6-os miatt, tehát akkor ebben a négyzetben a 6-ost már csak ide írhatom. Egyébként most, hogy ezt vizsgáltuk, látható, hogy ebben az oszlopban is csak egyetlen egy szám hiányzik, tehát azt is kibírnánk itt tölteni egyértelműen, hogy mi az, ami ide írható csak. Ne váltsunk azonban logikát, hanem menjünk végig e szerint most már. Nézzük a heteseket, azok ugye megvannak, nézzük a nyolcasokat. És nézzük most ezt a négyzetet. Nem írhatok nyolcast ebbe a két mezőbe itt, ez miatt a nyolcas miatt. Ide pedig ez miatt a 8-as miatt nem írhatok 8-as, tehát sem ide, sem ide, sem ide nem írhatok 8-ast már ebben a négyzetben, vagyis ebben a négyzetben a 8-ast már egyedül csak ide írhatom. És nézzük ezt a négyzetet, ebben még nincs 8-asunk, viszont ide nem is írhatunk 8-ast, két okból sem, az egyik ok ez a 8-as, a másik ok meg ez a 8-as itt. Így aztán ebben a négyzetben a 8-as már egyedül csak ide írható. Amit egyébként úgy is észrevehetünk, hogy ebben az oszlopban még nincsen 8-asunk, egy szabad helyünk van ebben az oszlopban, tehát ennek itt tényleg 8-asnak kell akkor lennie. Ebben a négyzetben még nincsen 8-asunk, egy szabad helyünk van benne, tehát ennek muszáj 8-asnak lennie itt. És akkor úgy látom, hogy további 8-asokat sajnos egyelőre nem tudunk még kitölteni. Itt megint válthatnánk már logikát, mert ebben a négyzetben csak egy szám hiányzik, hát azt meg tudnám mondani, mi az itt. Ebben a négyzetben is egy szám hiányzik, azt is meg tudnám mondani, mi az a szám. Menjünk azonban. Ha maradjunk végig ennél a fajta logikánál, amit eddig követtünk, 9-esek ugye megvannak, nézzük újból az 1-eseket akkor, azok még nincsenek meg, viszont, hogyha ezt a nézetet nézzük, akkor látható, hogy ide, ide és ide, ez miatt az 1-es miatt már nem írhatok 1-est. Maradt tehát ebben a nézetben az 1-esnek ez és ez a hely, ide nem írhatok 1-es, mert ebben a sorban már itt egy 1-es, tehát akkor ebben a négyzetben 1-es már csak ide írhatom akkor. És akkor most nézzük ezt a négyzetet itt fönt, hiszen ebből hiányzik már csak egy 1-es, ide és ide nem írhatok 1-est, ez miatt az 1-es miatt, így aztán ebben a négyzetben az 1-esnek már csak az egy hely maradt szabadon. Ez tehát itt 1. És ezzel meg is van megint, de nem megint, hanem az egyeseink ezzel meg is van mindegyik. Ketteseket nézzük, keresünk egy kettest valahol, aktiváljuk, itt van. Akkor látszik, hogy ebben a négyzetben, ami még hiányzik, az a kettes. Meg hát persze ebből az oszlopból is. Ennek tehát kettesnek kell akkor lennie, hiszen mind a négyzetből, mind az oszlopból már csak egyetlen egy szám hiányzik. Ez a most beírt kettes ebben a négyzetben kizárja a kettes lehetőségét innen és innen. Így ebben a négyzetben a kettes számára már csak az egy hely marad itt. Ebben a négyzetben még nincs kettes. Egy üres hely van, ennek tehát kettesnek kell akkor lennie. Ez a most beírt kettes kizárja a kettes lehetőségét innen. Ez a kettes innen. A felső sorból pedig
ez a kettes zárja ki a kettes lehetőségét. Tehát akkor ebben a négyzetben a kettes már csak ideírható. Nézzük ezt a négyzetet itt. Ez a kettes, amit most írtunk be, nem enged már további kettest beírni ebbe az oszlopba. Ez a kettes ide nem enged kettest beírni, maradt át ez és ez. Ide azonban nem írhatok kettest, ez miatt a kettes miatt, vagyis ebben a négyzetben a kettes már csak itt lehet. Most nézzük ezt a négyzetet. Nem írhatok kettest, ez miatt a kettes miatt ide, ez miatt a kettes miatt ide, maradt tehát ez és ez a mező, ide azonban nem írhatok kettest, ez miatt a kettes miatt, vagyis ebben a négyzetben a kettest már csak ide írhatom. És akkor ezzel az összes kettesünk is megvan. Nézzük a hármasokat újból. És nézzük ezt a négyzetet. Nem írhatok kettest sem ide, sem ide. Ez miatt a kettest hármast, ez miatt a hármas miatt. És akkor ebben a négyzetben hármast már csak ide írhatok. Ez a hármas ebből a négyzetből kizárja innen, ez a hármas innen, vagyis ebben a négyzetben a hármas már csak ideírható. Nézzük ezt a négyzetet, kizárja a hármast ez a hármas innen, ez a hármas meg innen, ami azt jelenti, hogy ebben a négyzetben a hármas már csak ideírhatom be. Most már topzódunk azért a lehetőségekbe egyre jobban, ahogy haladunk a vége felé, mert például nézhetjük ezt az oszlopot is, ebből is csak egyetlen egy szám hiányzik, és így tovább, hogy ne ecseteljen már most ezeket a lehetőségeket. Maradjunk ennél az eddigi logikánál, mert az látszik, hogy ebben a négyzetben nincs még hármasunk, a most beírt hármas miatt viszont ide már nem írhatok hármast, így aztán ebben a négyzetben a hármast már csak ideírhatom. Innen hiányzik még hármas, utolsó a kilencedik hármasunk, ebből a négyzetből hiányzik, és ez a két mező van szabadon, ide azonban az előbb beírt hármas miatt már nem írhatok hármast, vagyis ebben a négyzetben a hármast már csak ideírhatom, és akkor ezzel megvan az összes hármasunk is. Nézzük a következő számot, a négyest. Azok ugye megvannak, nézhetjük az ötösöket, azok is megvannak, nézhetjük a hatosokat, azok még nincsenek meg, viszont látszik, hogy mivel ebben a négyzetben nincs még beszínezve hatos, az azt jelenti, hogy innen hiányzik a hatos, egyetlen egy szabad mező van, tehát ennek hatosnak kell akkor lennie. Ugyanúgy az oszlopra is ugyanez mondható, meg erre a második sorra is ugyanez mondható el. Ebből a négyzetből is egyetlen egy szám hiányzik. Nincs még benne hatos, tehát ennek hatosnak kell lennie. Ugyanezek mondhatók a sorra és az oszlopra is, honnan ez a szám hiányzik, illetve amelynek ez a mező része. Most nézzük ezt a négyzetet, nem írhatok hatost ide. Ez miatt a hatos miatt. Ezen kívül már csak egyetlen egy mező van ebben a négyzetben, tehát a hatost egész egyszerűen ide kell beírnom. Ezt a négyzetet, ha nézzük, ez a most beírt hatos kizárja a hatosnak a lehetőségét innen, vagyis a hatost ebben a négyzetben már csak egyedül ide írhatom. Hát, már csak innen hiányzik hatos ebből a négyzetből, ide nem írhatok hatost, ez miatt a hatos miatt itt. Egyetlen egy mező marad a hatosnak, az pedig ez itt akkor alul. Nézhetjük tovább a heteseket. Azok megvannak, nézhetjük a nyolcasokat. Na azok még nincsenek meg ebből a négyzetből, meg ebből az oszlopból, meg ebből a sorból is hiányzik egy nyolcas, ez tehát nyolc kell, hogy legyen. Ugyanúgy gondolkozhatunk ezt a négyzetet is, hogyha nézzük itt, de 8-ast kell tehát beírnunk, illetve ezt a négyzetet nézve ide is 8-ast kell beírnunk. És akkor ezzel
ezt a sudokut meg is oldottuk, ennek a megfejtése tehát így néz ki.